tehát Missouriről lesz szó, az Atléta halála című regényéről, és ennek is egy bizonyos kontextusáról, a fényképek szerepéről a műben. Ugye ez a téma számomra azért is szívügy Missouriön túl, mert évek óta foglalkozom a fotográfiával, illetve a fényképeknek a magyar prózai művekbe íródásáról, hogy hogyan történik ez, és mint történik ez. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy amíg az előadást tartom egy 45 percig, igyekszem az idővel ügyesen gazdálkodni, addig halkítsa le a mikrofonját, de aztán mindenképpen lesznek majd, lesz lehetőség kérdezésre. És akkor lehet, hogy bele is vágok, megosztom a vetítést. Tehát az Atléta haláláról lesz szó, és ezen belül a fotónak a kontextusáról. De előtte még arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy hogyan jelent meg ez a regény, és ezt annak kapcsán, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár 8 különböző fordítást őriz az Atléta halálából. Majd fogok erről beszélni, mert hogy az a különös helyzet állt elő, hogy az Atléta halála előbb jelent meg külföldön, pontosabban franciául, mint magyarul, pedig Missouri már 1959-től kapcsolatban állt a Magvető kiadóval, és 60-ban és 61-ben készítette az Atléta halálát, Szexárd mellett, Porkolábvölgyben, de 64-ben valahogy világossá vált, hogy ez a mű nem nagyon fér össze a rendszerrel, és nem csak 64-ben, hanem 61-ben, és tulajdonképpen, ami oly sokszor előfordul a 60-as évek elején, parkoltatják ezt a regényt. A lektori jelentés aggasztónak találta a Missouri művét, azt mondja, hogy a mű tudatosan antirealista irodalmi irányzatát, az impresszionista kiábrándítóan sötét színek halmozását. És tehát tulajdonképpen nem igazán fért bele, nem fért össze a rendszerrel az Atléta halála. És mert hogy miért nem vajon? Mert hogy a korban zavarba ejtően modern volt. 64-ben Tóth Gyula, a kiadói főigazgatóság előadója, készített egy jelentést, az volt a címe, hogy az élő magyar szépirodalom helyzete és fejlődésének vonása. És a negyedik fejezetben ideológiai problémákról, irodalompolitikáról és kiadáspolitikáról ezt írja. Minden értékes mű megjelenik, az írók asztalfiókjában nem hevernek világrengető alkotások. A köztudatban nyugaton is esetleg csak az alábbi visszatartásáról tudhatunk. És itt felsorolja, hogy mely műveknek a visszatartásáról van szó, és hát bizony köztük van az Atléta halála is. Missouri 64. novemberében Tüskés Tibornak azt írja, az Atléta változatlanul áll, lóg, ül. Esetleg egy novellás kötet? Az se biztos. Nem fáradok, csak egyre kevésbé érdekel. Tehát van egy ilyen hosszú várakozás, és maga Missouri sem tudja, hogy mi a probléma, miért nem jelenik meg pontosan ugye a kötet. De közben már a francia kiadás, a Szőj kiadónál előkészületben van, Kassai György és Marcel Corot fordításában, és Missouri már a párizsi utazásra készülődik, hiszen már a regény megjelenése kapcsán. Tehát először a mű franciául jelent meg, a Szőjnél 65-ben, majd németül 66-ban napvilágot látott, de ez már egy-két hónappal végül is később, mint magyarul. Mert hogy mi történt?
65 februárjában, amikor már ugye a francia kiadás készülőben volt, hirtelen mégiscsak úgy döntött a magyar kiadás politika, hogy megjelentetik az Atlétát, és ezt Mészőinek az egyik leveléből tudjuk, 65. február 23-án szintén Tüskés Tibornak írja. De azért jól meg vagyok, talán érdekel, váratlan telefont kaptam 2 hete a magvetőtől, hogy sürgősen hozni akarják az Atlétát. Mi történt, nem tudom, nem is kutatom, minden esetre egy új novellás kötetre is kötöttek szerződést. Vannak még csodák. Tehát ugye 65 elején eldőlt, hogy akkor az Atléta meg fog jelenni magyarul, és végül is 66 februárjában került nyomdába a mű. 65 nyarán, ugye Mészőjék, 65 késő nyarán készülnek Párizsba, hogy az ottani bemutatón részt vehessenek, és ezt írja a Párizsi útja előtt. Január körül egy Atléta példánnyal is jelentkezem majd. Zárójel, megszületik januárban, ez is egy Kafka-Faulkner vízió volt a procedúra. Tehát ez mutatja tulajdonképpen az egész kiadásnak a nehézségét, hogy visszatartotta a kiadó, majd váratlanul, csodaszerűen mégiscsak szerződést kötöttek, és az egész ugye egy ilyen Kafka-Faulkner víziónak tűnik a szerző számára. Ami még érdekes, hogy úgy tűnik, hogy a külföldi kiadás, az, hogy külföldön megjelenhet a regény, kiadásra méltónak találják, ez azért már így a, hogy mondjam, kulturpolitikailag túlságosan kínos lett volna, hogyha magyarul nem jelentetik meg, hiszen nem volt teljesen rendszerellenes, csak nem volt éppen kompatibilis a rendszerrel. Egyébként Vörös Sándornak a Tűzkút című kötete is így járt, hogy a 64-es párizsi kiadás után tulajdonképpen magyarul is megjelenhetett, tehát hogy a francia kiadás valahogy segítette a magyar megjelenést. És 65-ben a francia kiadás kapcsán írja Mésző, az Atléta kijött, remekül vagyunk, csodálatos ősz, kevés pénz, de az se számít. Ugye ez mindez Párizsban történik. Itt látható, az OSK-ban található 8 fordítás, rögtön balra fönt ugye a francia fordítás, és középen a német fordítás, de hogy a mű, azt mondtam, hogy 8 nyelven jelent meg, ezen kívül megjelent még dánul, lengyelül, csehül, észtül, finnül és angolul. Na most ebből a panorámából azért az látszik, és majd az évszámok is érdekesek, hogy azért főleg a közép és ez az északi régió, észak-európai régió fordította le, jellemzően a kis népek fordították le az Atléta halálát, de mondjuk mindenképpen a francia és a német megjelenés szorosan a magyar megjelenéssel együtt azért nagy figyelmet érdemel, vagy jelentőség teljesnek tűnik. És ami még egy érdekesség, tehát a többi fordítás a 60-as, 70-es években jelenik meg, de ami még érdekesség, talán a borítón is látszik itt a bal alsó, hogy a finn fordítás csak a rendszerváltozás után 99-ben látott napvilágot, az észt is 88-ban, tehát a rendszerváltozás környékén. És ami ennél kicsit furcsább és érdekesebb, hogy az angol az csak 2012-ben, tehát nem annyira rég jelent meg, és a főszöveg arról is tájékoztat minket, hogy ez az első mészőmű, ami megjelenik angolul. Na most az a kérdés, hogy minek köszönhető az, hogy ez a regény ennyire sikeres, és ennyire nemzetközi, ekkora nagy nemzetközi sikert tud befutni. Mi lehet ennek az oka, miért tartja több nép, több kiadó is figyelemre méltónak ezt a művet, hogy lefordítassa és kiadja.
Tüskés Tibor, akit egyébként pont ekkoriban távolítottak el a jelenkor főszerkesztőségén, vagy tehát, hogy a jelenkorból ő volt addig a főszerkesztő, itt publikálási gátakba ütközik a 64, 65, 66 környékén, és az Új Könyvek című ilyen recenziós ajánló magazinban készített végül egy recenziót Mészőnek a könyvéről, és ő azt írja, hogy tévedés volna azt hinni, hogy a szerző úgynevezett sportregényt írt. Mondandója egyetemes érvényű. Őze Bálint alakját az olvasó kedvére behelyettesítheti minden többre törő élettel. Az atléta halála az életküzdelem regénye, az alázat és a makacság, egy szóval a hitregénye, és mindazoké, akik mind távolabb kívánják a célszalagot. És maga Mésző is így ír a Létezés rekordja című esszéjében. Egy mai regényhős, aki sportolós, egy mai történet, amelyik javar és sportkörnyezetben játszódik, már-már olyan keret, ami érdemén felül alkalmas rá, hogy túlmutasson önmagán. És még arra sincs szükség, hogy az író különösebben törekedjék szimbolikus vagy allegorikus áthallásra. Itt kihagyok, amiről lényegében szó van, a létezés rekordjának vágya minden területen és formában. Az a természetes ösztönünk azonban, hogy legyűrjük, ami előttünk van, nem csak az energiánk egészséges lendülete, menekülés is. Tehát egyfajta vágy, egyfajta lelkesedés, egyfajta lendület, de ugyanakkor meg menekülés is, talán egy kicsit majd rávilágítunk arra, hogy mi elől vagy hogyan. Na most, tehát azt látjuk, hogy azért ez a sportregény mégsem egy hogy mondjam, szabványos vagy sablonos sportregény, vagy jóval több ennél. Miért nem jelenhetett meg magyarul, miért voltak fenntartások Mészői regényével kapcsolatban, és vajon mi az, ami miatt pedig a külföldön nagy sikert befuthatott? Tehát tulajdonképpen ez az előadásomnak az egyik tétje, hogy ennek mi lehet az oka. A másik pedig, ami a címben is benne van, hogy hát ugye a fényképeknek a szerepe, és azt gondolom, hogy a kettő erősen össze fog érni. A Mészői szakirodalom arról nagyon sokat beszél, hogy tulajdonképpen ez az atléta halála Mészői poétikájának a változását mutatja már, egy poétikai elmozdulást Mészői pályáján. Tulajdonképpen a korabeli prózanorma, a korabeli regény fajtáknak egy ilyen finom elutasítása. Tehát ugye ez nem egy forradalmármű, nem egy formabontóvű, nem megy látványosan szembe a dolgokkal, de mégis annyira finoman működtet bizonyos dolgokat, bizonyos nem szabványos dolgokat, ami az akkori próza poétikában, hogy mondjam, jellemző volt, hogy tulajdonképpen nem fér bele ezekbe a keretekbe, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve a szocialista, realista regénynek a sablonjában. Tehát önmagán belül is egy elmozdulás, tehát a saját prózai pályán is egy elmozdulás ez a regény, másrészt pedig a korabeli prózában is egyfajta hát felkavaró vagy feszültséget teremtő mű. Rögtön, hogyha ennek az okát keressük, akkor itt maga az elbeszélés az, ami mindenről tehet, az elbeszélésnek a módja. Nem tudom, ki olvasta regényt, vagy ki mennyire régen olvasta, vagy mostanában olvasta. Ugye a történetnek a lényege annyi, hogy a mű elején értesülünk Őze Bálint futó atlétának a haláláról, és arról, hogy tulajdonképpen a sportkiadó felkérte az élettársát, hogy írjon róla egy emlékezést, írjon róla hát egy ilyen emlékező, lírai emlékezést a sportolóról. Na most ez az élettárs Hildi, aki megpróbál ennek a feladatnak valamilyen módon megfelelni,
De ugye, és ami ugye érdekesség, hogy ebben a műben egy női narrátorral van dolgunk, Hildi mondja el tulajdonképpen az eseményeket, és megpróbálja kideríteni, hogy mi volt az oka Őze Bálint halálának, ami egyébként legyasszán élte a romániai havasokban, vagy hát a hegyekben, és teljesen váratlanul, tehát hogy elment edzeni, égett kővölgyébe, és ugye nem jött vissza, és holtan találták ott. Na most tulajdonképpen ilyen értelemben a mű egy nyomozásnak a története, valahogy a Hildi megpróbálja összerakni azokat az okokat, azokat a körülményeket, amelyek tulajdonképpen ehhez a halálhoz elvezethettek, és hogy ezeknek hát ha valamilyen oka, okozata feltárul a műben. És itt olyan idézeteket hoztam, ami már rögtön az elején, vagy bárhonnan kicsipegethetünk ilyen idézeteket, tehát hemzseg tőlük a mű, ami tulajdonképpen az elbeszélésnek a nehézségeit jelzi, ahogy Ottlikkal szólva, tehát azt, hogy miért nehéz elmondani ezt a történetet, miért képtelenség Bálint sorsát, Bálint életét elmesélni. Hát az egyik az, hogy hát ő választ magának egy módszert a Hildi, tulajdonképpen azt a módszert választja, hogy megpróbál nagyon tárgyilagos lenni, nyomokat keres, tényszerű dolgokat, adatokat próbál összeszedni. Ugye azt mondja, hogy amit szerettem volna, puszta tényeket leírni, a tárgyakat, az ismétlődéseket, olyan apróságokat, melyeket azért ez fontosnak, aki megtanulta gyűlölni a képzeletet, mert tudja, hogy azzal kezdődik az igazi felejtés, mindez nem sikerült. Tehát ezt ugye már a regény második felében mondja Hildi nekünk. Aztán, tehát, hogy tulajdonképpen ezt a tárgyilagosságot választja, amire még vissza fogunk térni, a tényeknek az összegyűjtését, és nem akar elfogult lenni, nem akar érzelmileg viszonyulni tulajdonképpen Bálinthoz, hanem próbál nagyon igazságos lenni, és ilyen értelemben a memoár műfaját is valamilyen módon felszámolja, hiszen a szubjektivitását visszavonja, és a személyességet azt távolítja folyamatosan az elbeszélés folyamán. És azt is írja, hogy tulajdonképpen ez ugye már rögtön az első mondat ennek a műnek problematikus. Az állami sportkiadó kért meg rá, hogy valami emlékezés félét szerkesztek az életéről, ne hosszút és főképp ne túlságosan szakszerű. Tehát ugye pont másra kérik arra, hogy valami emlékezésféle legyen, tehát már ez is borzasztó, hogy mondjam, képlékeny, és azt is ugyanitt hangzik el, hogy lírai emlékezés egy versenyen kívüli atlétára, vagy valami hasonló. Tehát már itt rögtön az emlékezéssel is probléma lesz, tehát azzal, hogy hogyan lehet ezt a történetet összerakni tényekből, hogy mondjam, elfogulatlanul, igazságos módon, másrészt pedig az emlékezetnek a működésével is probléma lesz, hiszen Hildi csak 10 évig volt Őze Bálintnak az élettársa, és úgy tűnik, hogy a nyomok azok jóval messzebbre vezetnek vissza a múltba. És Hildi tulajdonképpen még Bálint elmeséléséből, Bálint saját, hogy mondjam, emlékképeiből kénytelen támaszkodni, vagy arra támaszkodik, és abból próbálja Bálint emlékeire hagyatkozva próbálja összeállítani a múltat. És ugye itt tulajdonképpen két emlékezetről van szó, két emlékezésről és két személyről, aki emlékezik ebben a műben. De ugye mivel Hildi az elbeszélő, ez borzasztó problematikus, mert mindent az ő szemüvegén keresztül kapunk, tehát hogy a végső
szót tulajdonképpen a dolgoknak a végső elrendezését, azt ő mondja ki. És ugye azt mondja, hogy az én emlékeimre, tehát azt mondja, hogy először is, mert minden mozzanat a kettős bennem most már, az én emlékeimre rámásolódnak az övéi, és nem tudom szétválasztani őket. Mindig csak az emlékezetem felét szabadna használom, de ebben az esetben nem érzek elég erőt hozzá. És ugye, ahogy Hildi gyűjtögeti itt a nyomokat, egy harmadik nagyon fontos dolog történik, ez pedig az időnek a feltördelése. Tehát azt lehet mondani, hogy amiben Mészői elmozdul a hagyományos történetmeséléstől, hogy nem lineárisan egymás után mondja el az eseményeket, hanem ugye 8-féle idősíkot, vagy 8 idő csomópontot használ a Üzebálint sorsának elmondásához, tehát már eleve fragmentumszerű, hiányos, ugye, hiszen a 8 sík, a 8 csomópont nem érintkezik egymással, tehát feltördeli az időt, az időnek a linealitását, tehát probléma van az elmondással, hogy hogyan lehet közvetíteni ezeket az eseményeket, és probléma van az emlékezettel is. Na, és a nyomozás is még ugye folyamatosan történik. Na most ebben a három dologban, tehát az idő feltördelése, emlékezet és tárgyilagosság, mindegyikben szerepe lehet a fényképeknek, szerepet is kapnak tulajdonképpen. A fényképek jelenléte az, hát az egyik, a fényképek a magyar prózai művekben elszórva vannak a század első feléből is, Kosztolányi, Karácsonybenő, stb. De a 60-as évektől a 20. században megszaporodik azoknak a műveknek a száma, amelyek a fotót valamilyen módon beemelik a történetbe. Ugyanis a 20. század, a fénykép a 20. század második felében vált egyrészt a művészet általános elfogadott részévé, de ennél fontosabb, hogy már annyira megszaporodtak az amatőr fényképészek, azok, akik saját géppel rendelkeztek, hogy a fotók egyre inkább a hétköznapi ember mindennapjainak a részévé vált, emlékeket, eseményeket rögzítettek. Tehát az önmegjelenítésnek az egyik lehetőségévé és terepévé vált tulajdonképpen a fénykép. És ezáltal, hogy a fénykép ennyire népszerű tárgyá válik tulajdonképpen, ezért a fénykép betöltheti ebben az időszakban a kollektív, vagy a történelmi emlékezet és az egyéni emlékezetnek a szerepét is. És nagyon érdekes, hogy a 60-as évek végétől, vagy a 70-es évektől egyre több prózai mű, regény él a fényképeknek a szerepeltetésével. Ezt zárójelben jegyzem meg, hogy más médiumok mellett, tehát a plakát, a képzőművészet vagy a film mellett, tehát hogy azt lehet mondani, hogy ez az intermediális, transmediális váltás, hogy a különböző médiumok keveredése, egymásba ivódása, ez nem csak a fényképet érintette, hanem úgy általában a prózát, és valószínűleg azért, mert éppen a hagyományos ábrázolásmóddal szemben volt ekkor már hiányérzet, tehát hogy a fotó és más médiumok, azok újfajta, másfajta szemléleti, tapasztalati és reprezentációs lehetőségeket kínáltak az írók vagy az alkotók számára. Na most a művekben, és ez a művekben ebben az időszakban még nagyon ritkán találkozunk magukkal a képekkel. Tehát, hogy úgy szerepeltetik a fotót ezek a regények, ezek a művek, mondjuk mondjak más példát is, például Lengyel Péternél, Berebényi Gézánál is már a 70-es években találkozhatunk fényképpel, hát Lengyel Péternél főleg. Tehát, hogy úgy szerepeltetik a fotót, hogy maguk a képek ugye nincsenek jelen
A művekben ez később válik úgymond divattá, vagy eljárásra, hogy kép és szöveg együttesen van jelen, hanem a fényképek azok általában a szereplők sorsához, a szereplők életéhez tartoznak, tehát azt lehet mondani, hogy a regényeknek a fiktív terében, az imaginárius térben ezek a tárgyak, ezek használati tárgyak, van saját történetük, sorsuk, kézbe vehetők, szemlélhetőek, és nagyon érdekes, hogy a művekben általában a szereplők kézbe is veszik ezeket a fotókat, tehát valahol megnézik őket, kiesnek albumokból, farzsebekbe hordják őket, könyvekben, itt az Atléta halálában ugye egy Réhel Maul dobozból kerülnek elő bizonyos képek, a szereplők hozzák, ajándékozzák őket, tehát maguk is részei a történetnek, meg tudjuk, hogy ki, kinek adja, hol készült, stb. És hát itt is ez történik. Na most akkor, ha maguk a képek nincsenek jelen, akkor mi történik? Hát az történik, hogy ugye ezeket a képeket az elbeszélő elmeséli, elmondja nekünk, hogy mik ezek a képek, mik láthatók a képek, és ebben a műben a képek azok tulajdonképpen az emlékeknek a kiélesítésére szolgálnak, az emlékek újra felidézésére Bálint számára. Tehát ugye, amikor még a hőssel élőként találkozunk, vagy hát olyan jelenetek vannak, akkor végül is az ő emlékezetét, az ő pontos emlékezetét segítik a fényképek, helyett kiegészítik és újra felidézik a dolgokat. Egyébként azt lehet mondani, hogy mind Bálint, mind Hildi mániákus emlékezők, és megszállottan próbálják az emlékeket pontosan rögzíteni. Bálint ugye még újra rajzolja a csatározások alaprajzát egy pincében, újra eljátsza a jelenetet, megtanítja Hildit erre a különös küzdésmódra, amit fiatal korában a barátaival gyakoroltak, vagy játszottak, ez egy ilyen küzdelem volt. Tehát a fényképek Bálint esetében erre szolgálnak. Viszont érdekes, hogy Hildi ezekkel a fényképekkel már úgy találkozik, hogy ezek Bálint múltjához tartoznak, és tulajdonképpen a Hildi számára ezek az emlék saját emlékeinek a helyettesítésére szolgálnak, hiszen ő nem emlékszik Bálint kamaszkorára, Bálint fiatal korára, hanem olyan Hildi számára olyan dolgokat láttat, amiket ő nem tapasztalhatott meg, nem láthatott már Bálint múltjából. Ugye amiről itt szó van, hogy Tardoson, ahol ez a fiú a kamaszkorát, vagy ez a futó a kamaszkorát töltötte, volt egy úgynevezett ötös fogad, négy fiúból állt, négy kamasz fiúból, mindegyikük valamilyen módon a sporttal kacsingatott, vagy elköteleződött felé, és az ötödik tagja az ötös fogadnak egy nagyon vagány, belevaló csaj volt, akit Pécsi Picinek hívtak, és közöttük hát egy ilyen különös viszonyrendszer volt ebben az időszakban. Tehát a fényképek azok előkerülnek, mint tárgyak a műben, és ezeket a fényképeket aztán a szereplők megnézik, mutogatják, használják egymásnak, de magáról, amiről szó van, azt úgy nevezik a narráció elméletben, vagy a művészet elméletben, hogy ekfázis, ami pedig azt jelenti, hogy képleírás, tulajdonképpen minden vizuális tárgynak, képzőművészeti alkotásnak a leírását ekfázisnak nevezhetjük. Ennek óriási elmélete van, de ugye pont az a lényege, hogy a szóbeli látványt, a vizuális látványt azt valamilyen módon szóbelileg próbálja minél érzékletesebben közvetíteni az elbeszélés vagy a mű. És ez a prózai művekben sokszor, amikor belépünk a fényképbe, a fénykép leírásba, akkor lehet azt mondani, hogy a narrációnak egy ilyen
feszültsége történik, mert egy más síkra kerülünk, egy más narratív síkra érkezünk ezzel, és amikor bejelenti az elbeszélő, hogy a képen már pedig ez látható, vagy a kép ekkor meg akkor készült, vagy ilyen-olyan fotóról van szó, ezzel tulajdonképpen keretezi a témáját, keretezi azt, hogy itt a fényképről van szó. Az ekfrázis elméletében nem nincs idő most már sajnos belemenni, de ez egy Homérosz óta tartó párviadala a képzőművészetnek, vagy a képi, vizuális látványnak és a költőiségnek, tehát hogy a szavak képesek-e legyűrni, a fotót képesek-e szemünk előtt megjeleníteni a kép, a képi látványt, tehát hogy alkalmas-e arra a nyelv, alkalmas-e arra a költői nyelv, a prózai nyelv, hogy ezt a képen található látványt megelevenítse előttünk, életre keltse előttünk. És ez a feszültség, ugye, hogy sikerül-e a képleírásnak működnie, sikerül-e megjelenítenie a képi látványt, ez azért lesz majd fontos, egy kicsit előre szaladok, mert múlik az idő, mert hogy ennek a feszültsége, amiről majd mindjárt fogok beszélni, hogy akkor itt most sikerül-e a képet, a vizuális látványt szóban közvetíteni, vagy nem, hogy ez a feszültség, mint elbeszélés nehézsége tulajdonképpen az egész mű narrációjával, az atléta halálának a narrációjával párhuzamot vagy analógiát mutat. Egyébként általános értelemben, tehát nem csak a fotoekfrázisok esetén, hanem általánosan, ugye a képleírásnak az eszközei, egyrészt ugye, vagy elemei, maga a látványnak a leírása, tehát mellette ez látható, alatta ez látható, ide néz, oda néz, stb. De egy jó képleírásnak nem csak ezt kell tartalmazni, hanem általában kitekint, vagy szótejt a képnézés aktusáról, tehát hogy hogyan történik a képnek a befogadása, ez főleg prózai művekben történik így, aztán a kép hatásáról, tehát hogy a befogadókra, akik nézik a képet, milyen hatást gyakorol maga a fénykép, és nagyon sokszor gondoljunk, nem csak mindig fényképeket írnak le, lehet ez egy festmény vagy egy szobor is, a kép anyag, vagy hát a vizuális látvány anyagszerűsége is említést kap, hiszen teljesen más egy olajfestmény, egy akvarell, egy fekete-fehér fotó, egy színes fénykép, egy agyagszobor, vagy egy márvány szobornak tehát más-más képzetek társulnak már magához a tárgynak az anyagiságához is. A fotóval ilyen értelemben könnyű dolgunk van, hiszen annyira hétköznapi a használata a fekete-fehér fényképeknek is, amihez egy ilyen patina, meg egy ilyen elvontság kapcsolódik, hogy ha már ezt a szót megkapjuk, hogy ez egy fénykép, akkor már ugye rögtön a felületével, már úgy nagyjából meg a hatásával, vagy a textúrájával tisztában vagyunk. A képleírásnál pedig Mitchell elmélete szerint három dolog az, ami a képleíróban, hogy mondjam, motoszkál és küzd egymással. Az egyik az, hát itt magyarul ez ekfrasztikus szkepszisre szokták fordítani, hát ez inkább ilyen feszültség, tehát hogy az, ami a képleíróban benne van, hogy hát képtelenség leírni, tehát képtelenség a képet leírni, tehát hogy nem sikerülhet a vizuális látványt életre kelteni, tehát van egy ilyen szkepszis, van egy ilyen fenntartás ezzel kapcsolatban. Most gondoljunk megint arra, amit Hildiről mondtam, sikerül-e Bálint történetét, sorsát megjeleníteni az elbeszélés által, sikerül-e az okokra, hogy mondjam, rátalálni. Aztán van egy ilyen része is, amikor írja maga a szerző ezt a, úgymond magát a készíti már a leírás, ez az ekfrasztikus remény, amikor mégiscsak felcsillan a lehetőség, hogy hát sikerül a lehetetlent mégis végrehajtani. Tehát, hogy bizonyos értelemben a nyelv meg tudja tenni azt, amit a szerző vár magától, vagy a nyelvtől,
Tehát, hogy igenis a nyelv alkalmas megjeleníteni a vizuális látványt. És aztán, ugye, amikor ez olyan jól megy, akkor megjelenhet egy harmadik mozzanat, ez pedig az ekfasztikus félelem, amikor tulajdonképpen az afeletti elszörnyedés, vagy hogy mondjam, rettegés, amikor kezd a verbális és a vizuális félelmetesen, hogy mondjam, összecsúszni, amikor a vizuális és a verbális reprezentáció közötti különbség eltűnőben van, akkor pedig hát akkor most mi van, akkor a kép és a nyelv ugyanaz, vagy ugyanazt a hatást tudják kelteni. Most ez a három, ez így, kiben úgy, egyik képleírónál így, másiknál úgy, de tulajdonképpen minden képleírásban benne van, oszcillál, és egy ilyen furcsa dinamikát teremt. Ha tovább haladunk egy picit, akkor azt kell mondani, hogy az atléta halálában ugye a képeknek a megjelenítése, vagy a képeknek a jelenléte, az ugyanolyan fragmentumszerű, mint a... Tehát sok fotó van benne, nem egy fénykép van az atléta halálában, hanem sok-sok képpel, nem olyan nagyon sokkal, de jó néhány képpel találkozunk a regény folyamán. Ezek közül csak 2-3-at fogok igazán kiemelni, de ahogy ezek feltűnnek az elbeszélés különböző pontjain, különböző idősíkokat egymás mellé rendelve, tulajdonképpen ez ugyanazt a montástechnikát érzékelteti, vagy hordozza, vagy sugalja, mint amit az elbeszélő az idősíkokkal tesz. Tehát a különböző idősíkok, mint egy mellérendelő módon egymás mellé vannak helyezve, a különböző síkok között összehasonlítás történik, asszociációs ugrások történnek, ide-oda lépések, előre-hátra haladunk, és a fotók tulajdonképpen, meg a fotóknak a megemlítése, megjelenítése ugyanezeket a mellérendeléseket, ugyanezeket a montástechnikát mutatják számunkra. Az első kép, amiről fogok beszélni, az talán a történet kezdeteihez lép vissza, ahogy mondtam, a Dreher Maul feliratú dobozban találja az elbeszélő. Azt mondja, van egy régi képen Bálintról, több mint 15 éves. Abból a Dreher Maul dobozból került elő, melyet a szekrény alján találtam meg. És akkor itt ugye a doboz is kap egy ilyen ábrázolást, megjelenítést, és a precizitás egy apró részlet. Nem régiben megszámoltam, hogy hányszor, mármint van rajta ilyen girland, pontosan 836-szor, tehát teljesen jól érzékeltet az elbeszélőnek ezt a precizitásra való törekvését. De ennél sokkal érdekesebb maga a leírása ennek a fotónak. Azt mondja, hogy a kép a tardosi gyógyszertár udvarán ábrázolja Bálintot, két kamaszkori barátjával, Mesnyek Pocival és Geresdi Kálmánnal. Ugye maga az elbeszélő nem tud, tehát nem ismeri ezeket a szereplőket, csak Bálintot, és amikkel kiegészíti ezt a képleírást, azok tulajdonképpen az ő utólagos, hogy mondjam, tudása, azok az információk, amiket Bálintról tud, vagy Bálint múltjáról tud. Tehát, hogy megfigyelhetjük azt, hogy az elbeszélés folyamatosan kiugrik, úgymond, a szorosan értett képleírásból, mert az elbeszélő, Hildi, ebben az esetben folyamatosan a saját tudásával, a saját ismereteivel egészíti ki a képen látható látvány. Azt mondja, hogy ugye a patika az azért fontos, mert hogy ott talán a Geresdi Kálmán még éltek ott, és ő neki voltak gyógyszerészek a rokonai. Azt mondja, a fiúk egy keskenyen, magasra nyúló, ablak nélküli falsik előtt állnak, élesen odarajzolódva a fehér háttérbe. Ugye ez egy látványleírás. És figyeljétek meg, vagy figyeljék meg, 14 évesek lehettek akkoriban, 37-ben készülhetett a felvétel. Tehát ugye következtetések.
Aztán megint jön egy leírás, leíró rész. Az előtérben csenevész, veszőnyi fa, egy szál levéllel. A tűző nap metszetszerűen véste oda lábuk elé ennek az egy szál levélnek az árnyékát. Poci és Geresdi Kálmán állnak a fa jobb oldalán, Bálint a másik oldalon. A patika udvar kopárnak keményre döngölnek, látszik sehol egy fűcsomó, semmi. Megdolgozott terep, ez már egy észrevétel, a falon mögöttük elmosódó kerek voltok. És megint jön egy következtetés, talán futballövések nyoma. És az egész képben van valami végsőkig egyszerűsített. Nincs póz, nincs díszlet. És akkor megint jön egy leírás. És még azt is megtudjuk, hogy ugye a temetés utáni második héten került elő a dobó, a kép, addig nem nyúltam hozzá semmihez. Tehát ezt a képet Hildi már Bálint halála után veheti kézbe, Bálint halála után látja. Na most ez a kép azért fontos, mert aztán az elbeszélés itt az oldalszámokból lehet titokba követni, hogy hányszor kerül elő a kép az elbeszélés folyamán, vagy a regény folyamán, tehát így sokkal később kerül elő újra ez a kép. A Bálint tehát a visszaemlékezős éjszakáról van itt szó, elég messze kezdte. Az a fura fénykép ott a patika udvaron, még az is utóbb készült pár évvel. Azt hiszem, egészen az elejéről akarta kezdeni, ami persze lehetetlenség. Tehát itt azért fontos ez a kép, mert hogy valahol a történet kezdeteihez vezet vissza a Bálint, hogy mondjam, ahol a halálának, a futó halálának az okait kereshetjük, valahol ebbe az időségbe tehető, tehát 37-re, még a második világháború előtti időszakra, amikor a fiú még 13-14-15 éves kamasz volt. És az is kiderül aztán a regény későbbi részeiből, hogy kerül Bálinthoz ez a kép, és hát ez pedig az ötös fogatnak az ötödik tagjától, Pécsi Picitől kerül Bálinthoz a kép, aki egyébként mellesleg Bécsben is él, és nem él Magyarországon, és ugye a háború után csak időnként hazalátogat. És hát ez egy óriási feszültség, mert két héttel az utazásuk előtt tulajdonképpen Pécsi Pici megint, mármint a Vlagyesszai utazása, a párnak a Vlagyesszai hegyekbe való utazása előtt két héttel tűnik fel a múltból Pécsi Pici, és hozza ezt a fényképet, vagy ajándékozza ezt a fényképet Bálinnak. Miért olyan fontos ez? Azért, mert ugye azt mondtam, hogy itt ez a fura ötös fogad, hogy van valami az ő sorsukban, vagy hát van valami, ami összeköti ezt az öt embert ilyen nagyon szorosan, és ez pedig az volt, hogy ez a lány tulajdonképpen mindannyiukat befűzte, vagy elvarázsolta, vagy óriási hatással volt a fiúkra, és volt egy szerződésük, hogy amit Pécsi Pici talált ki tulajdonképpen, de mindenki végül is belement, hogy ő 3 évente oda fogja magát adni minden egyes fiúnak a 4 közül, de valójában sejthetjük, hogy legfontosabb talán ebből a 4 fiú közül tulajdonképpen Bálint lehetett Pécsi Pici számára. És hát az ő feltűnése, az időnkénti feltűnése Bálint életében az mindig egy felkavaró mozzanat, és itt az Astoria szállóban, amikor már ugye két héttel a halála előtt, akkor is feltűnik, és megpróbálja tulajdonképpen elcsábítani a sportolót, megpróbálja rávenni ennek a szerződésnek a beteljesítésére. Ha már akkor nem sikerült, akkor tizen akárhány évvel később. És ezt a képet ajándékozza ekkor Bálintnak. Ugye azt mondja, hogy nemrégiben ugyanis pár hónapja talált egy régi képet a holmiai között, még a tardosi időkből, és meg akarta mutatni Bálintnak. Fogalma sincs, mondta, hogy maradhatott meg annyi költözés, utazgatás után,
de megvan, és biztos olyan, amire Bálint se emlékezhetik nagyon. És hogy muszáj megnéznie, fönt van a bőröngyében valahol. Az a kép volt ez, amelyet később a Dréher Maulban találtam meg, hárman a patika udvaron, a keskeny ablak nélküli falsík előtt. És akkor neki adja Bálintnak ezt a képet. Itt most ugrok egyet. Na most Bálint úgy értelmezi ezt a képet, amikor ott fönn van az Astoria szállóban, Pécsi Picinél, hogy Mesnyák Kocsi eltűnt a háborúba, ezt tudjuk róla. Amikor megkaptam a lapodat, azt hittem, hogy róla akarsz mondani valamit, Kocsiról, vagy mégse. Most Pici hallgatott. Mert ha nem, akkor ez csak ugyan tökéletes kép. Az egyik meghalt, a másik eltűnt, mert Geresdi Kálmán meghalt, a másik eltűnt, Mesnyák Poci, a harmadik él. Több kategória nincs is. Ezen a fotón minden rajta van. Na most ez például, ez a reflexió, ez arra mutat rá, hogy ezek a fényképek valamilyen módon sűrítik a sorsokat, a cselekményt magukba sűrítik, egyfajta összefogása a sorsoknak, amit úgy nevezünk, vagy úgy nevezhetünk a prózában, hogy mizanabim, ami egy olyan, tulajdonképpen ez egy ilyen önembléma, egy öntükröző dolog. A címer pajzsokról kapta az elnevezését, amikor ugye láthatjuk a pajzsban a hőst, akinek a hős, a pajzsán láthatjuk a hőst, akinek a pajzsán. Ez a tévé a tévé a tévében, tehát az ilyen öntökröző művészeti alkotásokat szokták mizanabimnak nevezni, egy végtelen ismétlődés van benne, de a prózában egy kicsit kitágult a jelentése, vagy az irodalomban, mert tulajdonképpen minden művet tarthatunk, vagy minden dolgot tarthatunk mizanabimnak, ami valamilyen módon, hogy mondjam, összesűríti a történet cselekményét, vagy a fontos jelentésére utal, lehet ez egy álom, lehet ez egy betét történet, lehet ez egy kép, és a fotó is tölthet be ilyen szerepet. Itt viszont még nem teljesen mondhatjuk, hogy ez egy tökéletes sűrítése lenne a regény egészének, mert pont most lepleződik le, azt mondja, tévedsz, mondta Mesnyák Pici, vagy Mesnyák Poci nem tűnt el, hanem Argentínában van. Tehát ez egy majdnem mizanabim ez a kép, itt csak a három fiút ábrázolja. Ennél lényegesebb a másik kép, ami viszont az egész ötös fogatot ábrázolja a regényben. Ugye itt a Geresdi Kálmán, vagy a Bangó cipője kapcsán indul a ráfutás a fényképre. Ezt egy másik fényképről tudom ilyen pontosan. Ott ülnek mind a patika melletti inspekciós szobában, de az is lehet, hogy a laboratóriumban, mert mögöttük egy kis asztal tele van lombikokkal, kémcsöves állványokkal. Középütt Bangó trónol, keresztbe vetett lábbal, ragyog a tömpe cipője. Mellette Mesnyák Poci és Geresdi Kálmán, meg az a 16 éves év körüli lány, akit 5 év múlva én is megismertem. Ő volt Pécsi Pici. Bálint a kémcsöves asztalkának támaszkodik, és csak deréktől felfelé látszik a képen, stb. Tehát ez a másik kép, ez is még tardoson készült az inspekciós szobában, de talán egy-két évvel később, mint a másik kép. És ez is valószínűleg ebből a Dréher Maul dobozból került elő, és a leírásból tulajdonképpen az egymáshoz való viszonyuk derül ki, ennek az ötös fogatnak az együttléte a tardosi időkből. Na most azt is meg kell még említeni, itt Mészöly fénykép leírásai kapcsán, vagy a mű fénykép leírása kapcsán, hogy ezek nem túl részletes fénykép leírások, inkább csak a lényegre szorítkoznak, tehát nem részletezik a látványt túlságosan, nem térnek ki az arckifejezésekre, hanem ezt a viszonyrendszert, ezt a rejtélyes viszonyrendszert épp hogy csak
felvillantják. Tehát, hogy minthogyha itt sem lenne tetten érhető ez az egész dolog, ami köztük volt ilyen furcsa kamaszos szövetségként, de hogy ez a fotó, ez valóban felfogható a mű sűrítményének, egyfajta mizanabimnak a műben, mert hogy ugye ilyennel találkozhatunk például Závada Pálnak a fényképész utókorában is, ahol szintén egy csoportképet láthatunk, hogy csak egy kép van, ami aztán ide-oda kallódik a műben. Ott a fénykép az tulajdonképpen egy ilyen kapcsolati hálót mutat, egy társadalmi tablót, a szereplők viszonyrendszerét, és jóval később, jó 30 évvel később, de itt is, minthogyha már itt a szereplők sorsát, a közös sorsát, a sorsuknak a gyökereit sűríteni tulajdonképpen össze ez a fénykép. Mert hogy ugye az egész elbeszélés folyamán tulajdonképpen alig mozzanunk ki a tardosi időkből. Tehát, hogy egyre inkább, vagy egyre többször, vagy nagyon gyakran a tardosi eseményekre tér vissza az elbeszélés, és hát mondhatjuk ezt ilyen divatos szóval, hogy ezen kattognak Bálint is, meg tulajdonképpen aztán Hildi is, nem nagyon jutunk tovább ettől a kamaszkori szövetségtől, és hogy úgy tűnik, hogy nagyon fura módon, de Bálint halálának, vagy ez sejteti a mű, Bálint halálának tulajdonképpen ezekhez a tardosi időkhöz, ehhez a különös ötös fogadhoz, mintha ehhez lenne valami köze, mintha onnan fakadna az a fajta, hogy mondjam, űzöttsége, önhajszolása, bizonyítási vágya, ami ebből a kamaszkori rivalizálásból, egyezményből fakadna, hiszen ez az ötös fogat, ez folyamatosan küzd egymással, harcolnak meghatározott szabályok alapján, kerékpárral az országúton versenyeznek. Tehát, hogy itt egy folyamatos ilyen virtuskodás, kamaszkori rivalizáció van, és minthogyha ennek az űzöttsége, hajszolása, az önfegyelmezett önzés az, ami tulajdonképpen Bálintot futóvá, sportolóvá teszi, és ez az örök elégedetlenség, mintha ez az örök elégedetlenség lenne az, ami aztán az ő halálához elvezet. Itt azért van arra is később példa, hogy honnan, milyen szögből készült ez az egész fénykép, és azt mondja, hogy úgy hatott, ezért is hatott úgy a fénykép, mintha valami kirakatban ülnének, kicsit mereven. Tehát ez a kirakatszerűség is érzékelteti tulajdonképpen ennek a műnek, vagy a fényképnek ezt a sűrítmény módját, ezt a fajta összefogó kulcs szerepét. És hát aztán találunk még képeket Pécsi Piciről, meg magáról az elbeszélőről is, és sajnos arra már nincs mód kitérni, de tulajdonképpen a két női főszereplő és a két női főszereplőnek a különbsége is a fényképek által is megmutatkozik, hogyha más módon ez nem is történne meg. És hát sajnos most össze kell foglalnom az előadást, bár nem teljesen értem a végére, de azért ezt egy ilyen 2-3 percben gyorsan megpróbálom összefoglalni. Szerettem volna még arról beszélni, hogy tulajdonképpen a képek azok Bálintot is helyettesítik a halálában, és hogy ez a fényképekre meg a vizuális ábrázolásra általában jellemző, hogy valami hiányt tesz jelenvalóvá, azt eleveníti meg, aki már nincs ott, és a fényképek által Bálintot kellene itt jelenvalóvá tenni a halálában is. Érdekes, hogy Bálintról sokkal kevesebb kép van, hanem inkább az ötös fogatról és Pécsi Piciről van több kép a műben. Azt kell mondanom, hogy a képleírásnak a kérdései, ez a fajta szkepszis, remény, félelem, ezek ugyanazok az érzések, mint amik az elbeszélőt működtetik. Tehát az elbeszélés nehézsége, meg a feszültség, hogy a szónak le kellene gyűrnie a képet,
a szónak, az elbeszélésnek jelenvalóvá kellene tenni Bálintot és az ő sorsát. Ezek nagyon-nagyon hasonló kérdések párhuzamba állíthatók egymással. A képek mozaikszerűen jelennek meg a műben, a képleírások hiányosságok, és ez is jelzi, vagy mutatja a tárgyilagosság, a tényszerűség, a nyomozásnak a kudarcát, amit az elbeszélő rögzít a műben nagyon-nagyon sokszor. Tehát van egyfajta ilyen, tehát az elbeszélő kérdés, elbeszélésmód, a narráció kérdései, a lehetséges-e elmondani, az tulajdonképpen a fényképleírás módjához köthetők, és ahogy a fényképleírásban sem tüntethetők el a képnek, a szónak a feszültsége, ezeket úgy nevezik a szakirodalomban, hogy ilyen varratok, amik tulajdonképpen mindig a képleírásoknak a felületén ott maradnak, ott húzódnak, mindig látványossá teszik, hogy itt egy vizuális látványt próbálunk valahogy összefércelni szavakból. Ezek a varratok tulajdonképpen az atléta halálának az elbeszélés módját is tökéletesen érzékeltetik, hiszen a különböző idősíkokkal, közbevetésekkel, reflexiókkal, kételyekkel küzdő elbeszélés ezeket a varratokat, ezeket a narrációs hiányosságokat teszik tulajdonképpen látványossá vagy érzékeltethetővé. És ez a múlt, amit mondtam, mert egy kicsit előre szaladtam, hogy a múltnak múlt pillanatainak az egymás mellé rendelése, az egyébként is a műről azt szokták elmondani, vagy azt szoktuk elmondani, hogy itt a, bár különböző idősíkok vannak, és lépegettünk benne ide-oda, de hogy valójában az elbeszélés, ahogy elmondja ezeket az idősíkokat, ahogy ábrázolja a Bálintot, minthogyha ezeket az idősíkok közötti különbségeket kiegyenlíteni, egymáshoz közelíteni, és hát ez a fotóhasználat erre ráerősít. Tehát amiben ez a regény azt gondolom, hogy más, mint a, vagy ami miatt ez a regény nem volt kompatibilis a korabeli prózával, hát az egyrészt ez, hogy nem felelt meg a társadalmi történelmi reprezentáció elvárásainak, a kollektív nagy történetnek, a lineáris prózának, hanem ahogy ez a próza már beszél, ahogy széttördel egy csomó mindent, ahogy reflektál, ahogy meta fikcióval él, tulajdonképpen ez már a 70-es éveknek a próza fordulatát készíti elő, előlegezi, hát erről már nem tudok beszélni, de ugye a Mészőre, mint apa figurára tekintenek a próza fordulat nagyjai, Eszterházy, Nádas, Lengyel Péter, és így tovább. És a korabeli kritika nem fogadja egyértelműen nem fogadja pozitívan ezt a regényt, de Szolád Dávid a monográfiájában megemlíti Albert Pált, aki írt egy recenziót az Atléta megjelenésekor, és egy Párizsban élő kritikus volt, aki nagyon sok oldalról vizsgálja a művet, de hogy amiben ő úgy gondolja, hogy ez egy európai színvonalú mű, és hogy az élvonalba tartozik, az tulajdonképpen a műalkotás hogyanja. Tehát nem maga a történet, hanem az, hogy hogyan van ez a történet megírva, a montás technika által, a fragmentumok által, a reflexiók által, hogy összesűrít pillanatokat, hogy azáltal, hogy össze egymás mellé asszociál dolgokat, ezzel többletjelentéseket implikál, és ennek az elbeszélés hogyanjának a fontosságát a magyar irodalom meg a magyar próza majd jó 10 évvel később fogja felértékelni és értékelni tulajdonképpen, és akkor így érkezünk el a próza fordulathoz. Hát elnézést, hogy ilyen messzire nyúltam megint, de most átadom a szót, hogy akkor lehet kérdezni. Amíg gondolkoztok legalább, igen, Dávid.
Na, köszönöm az előadást, nagyon izgalmas volt, és én nagyon örömmel hallgattam, mert hogy na, ez például egy olyan aspektus a regénynek, amivel én nem foglalkoztam. Viszont tényleg fontos. De hát nem lehet mindennel. Úgyhogy egy, mint hogyha nekem egy adósságomat most átvállaltál volna. Törlesztek helyetted is, szívesen. Igen, igen, köszi. És az jutott eszembe, hallgatván téged, hogy vannak ironikus képleírások, ironikus ekfráziszok, mert hogy ugye az irodalmi megidézett irodalmi műfajokban van ez az ironikus viszonyulás a szocialista realista elbeszéléshez, amit Hilditől válnának egyrészt. Másrészt meg van az, hogy a más művekben, például a magas iskolában, ott vannak ironikus képleírások is. Uh-huh. Az jutott eszembe, amikor a heroizált Victoria, meg Diljahán, meg ilyen nevű solymok, ilyen heroikus küzdelmet folytatnak egy gémmel, és hát ez egy nagyon, nagyon gicses, romantikus festmény készített erről Lilik. És ott látszik a képleírásnak az iróniája. Az atlétában én nem emlékszem ilyenre, de van-e olyan, hogy a képleírásban a Hildi, mint képleíró, kifejez valami távolságtartást a dologgal? Vagy van-e egyáltalán bármiféle tónusbeli különbsége szerinted a Hildinek, amikor képet leír, vagy akár a Bálinnak, amikor a beékelt elbeszélésben van? Ilyen modalitás különbségeket éreztél? Vannak ilyen finomságok, tehát ez nem biztos, hogy így rögtön rezonálunk rá, de most, hogy ezt kérdezed, van egy, amit így mutattam, szóval, hogy beszéltem erről az ötös fogatos képpel a Tardosi Patika inspekciós szobájába, és hogy ahogy ülnek ott, van egy ilyen megjegyzés az elbeszélőre, hogy valahogy úgy ülnek ott, mint régen ez a felirat katona éveim emlékére, és ezzel tulajdonképpen rájátszik a két világháború közötti társadalmi fotózkodásnak erre a gesztusára, hogy ugye elmentek, és akkor emlékül a családnak, vagy visszatértek, és ennek örömére, ugye elmentek a műterembe, és akkor beültek a fényképészhez. És ez az ötös fogatót, ahogy ugye írja, hogy úgy ülnek ott, mint egy kirakatba, de hogy ezt is mondja, hogy ez a katona éveim emlékére, és hogy ez azt gondolom, hogy azért ez egy ilyen hát távolságtartó, vagy ironikus reflexió, meg majd még fogok rajta gondolkozni, de amikor a saját képéről beszél, tehát amin ő látható, amit a Bálint megmutat a Pécsi Picinek, igen, pedig azt mondja, hogy nem ért, tehát hogy ez jó kép lett róla, de túl jó kép. Uh-huh. Tehát, hogy nem is érti, meg azt sem érti, hogy Bálint miért szereti ezt a képet. Tehát, hogy ez amikor azt mondja, hogy ez túl jól sikerült róla, aha, akkor hát meg szerintem már eleve az, hogy a Pécsi Pici ugye úgymond azt akarja, tehát a Bálintot szeretné becserkészni, és aha, tulajdonképpen ráfekszenek egy csomó fényképre. Tehát ez is ilyen gesztusértékű, vagy lehet bele jelentést vinni. Aha. Aha, de tényleg. Ezek apróságok, tehát inkább azt gondolom, hogy a nyomozásban meg, hogy ez uh-huh, ilyen látványát tegyük azt, amire nem emlékezhetünk, vagy ami aha, nincs jelen. Aha. Valahogy úgy alakul később, amikor a mészőjel beszélők képek segítségével is nyomoznak, akkor szerintem egyre több irónia van ezekben. Uh-huh. Olyan is, mint amit itt mondasz, hogy katona mi? Katona emlék, katona éveim vagy emlékére, tehát ugye katona ez éveim emlékére. Igen. Igen, mint hogyha itt ugye a technikai médiumok gyorsabban avulnak, mint bármi az életünkbe. Tehát, hogy ugye milyen vicces már akár egy CD 10 évvel ezelőttről, az 50-es, 60-as években is már avult egy háború előtti zsánerfotó. Tehát gondolom az irónia itt ennek szól. Igen. Nem? Tehát magának a médiumnak, nem az ábrázoltnak.
nem az ábrázoltnak, a médiumnak, meg hogy ezeknek a nevetséges pózoknak, amiket tulajdonképpen egy spontánabb, bár nem teljesen spontán fotó, mert hogy a pécsi pici bátyját ott hátráltatták, hogy innen, onnan, amonnan fotózzon. Tehát, hogy ez is egy beállított kép tulajdonképpen. Tehát mert ennek az, szól. Ez jutott eszembe, hogy a nyomozásokban, vagy a megbocsátásban ugye egyre gyakoribbak lesznek, vagy hát még gyakoribbak lesznek szerintem egyes műveiben a képleírások, és ott, mintha távolodna a háború előtti békebeli Magyarországtól, hát nem tudjuk, hogy volt békebeli, ezek a kortól való távolságot jelző ironikus megjegyzések egyre gyakoribbak. A régi fotókról, ahol egy nagy testes matróna, és mit tudom én, a megbocsátásban van ilyen meg mellette lévő öreg úra, hogyan emeli föl a szoknyája szegélyét a turista botjával, meg ilyen, mit tudom én, és persze el van színeződve a kép, valószínűleg egy szelet szalámi nyoma maradt rajta, meg ilyen. Igen. Hát mondjuk így Lengyel Péter ugye szentként tiszteli az apja fotóit, vagy hát hogy mondjam, ott ugye ilyen nagy becsben vannak tartva, és itt szerintem nem, tehát hogy ez a most pécsi pici hozta, meg mellesleg odaadja, meg ráfekszenek, meg nem tudom, tehát hogy igen, valahogy... Igen, ez a két világháború nem volt az annyira boldog békeidő, tehát hogy nem kell azt így idealizálni, vagy erre gondoltál, nem, hogy ezt távolítja magától. Igen. Talán azért is nem ironizálhat a Hildi egyébként, mert akkor a saját tárgyalagosság eszményét rúgná föl, nem? Igen, hát csak ilyen finom megjegyzésekkel vannak. Ezek az ironikus gesztusok talán, vagy amiket ironikusként lehet értelmezni, inkább a táv, nem is ironikus, hanem ez a, de kicsit ironikus, de hogy ilyen távolságtartó, vagy önreflektív, vagy nem tudom, távolságtartó. Engem teljesen zavarba ejtett mindig is, amikor olvastam az atlétát, hogy a pécsi picinek a náci ifjúsági szervezetben ugye befutott valami karriert. Igen. És van erről is egy fotó, hogy az északi tengerben, amikor ebben az ifjúsági táborban volt, és akkor ott van róla egy fotó. Akkor még a többieknek, aki még bírja a gyűrődést, mert hogy ezt idéztem, és itt jelenik meg az, hogy amire már csak utalást tudtam tenni, hogy a két nőnek a A két nő viszonyánál idézted, valóban. Igen. Itt erre gondolsz, ott nem? Van, amikor a pécsi pici, ez így viszonylag a regény elején, Stralsundban, a szemben a Rügeni szigetekkel. Ott. Fehér kövekkel körülbástyázott zászlórú tövénél áll, szétvetett lábakkal rövid nadrágban, zsebre dugja a kezét, csöppet sem hullámos pakosztőke, haja viszintesen körbenyírt, éppen csak a fülét takarja, és a homloka negyedét, a combja izmos, a melle túl erős. Eddig tart tulajdonképpen maga a leírás, és akkor itt már megint jön a Hildinek az értelmezése. Igaz viszont, hogy az ilyen feszes kihangsúlyozottság nem is annyira a formák nagyságán múlik ebben a korban, mint inkább a gyakorlatlanságon, a pózok és a mozgás összjátékának hiányán. Pici úgy néz a lencsébe itt, háta mögött a tengerrel, meg a szigetek csíkjával, mintha igazában ebben a távlatban bízna, hogy az majd igazolja őt. Tehát ugye ez azért a pici jellemére, vagy ahogy Hildi értelmezi ennek a lánynak a jellemét, elég erős értelmezésén én azt gondolom. És benne van, vagy úgy értelmezi szerintem Hildi, hogy benne van ebben a lányban ez a elemi ösztönösség, egy ilyen letisztulatlan, durva, hogy mondjam, kamaszkori szexualitás, még a maga nyersességével, vagy kifinomultsága nélkül, tehát ez a hát drabális, vagy ilyen erőteljes, inkább nem tudom, nehéz minőség. Hát fiús, ezt még tudjuk. Igen. Igen, habitus.
Na jó, de nem akarom elvenni a többi kérdést. Igen, nyugodtan. Egyébként, és itt van az a kép, ami, vagy a képleírás, ami meg róla készült, tehát, hogy a, ami meg a Hildit ábrázolja, és itt nem esik szó sem a mellekről, sem a csípővonaráról, csak hogy a haját hogy fújja a szél. Tehát, hogy a két nő ábrázolásában azért ez egy nagyon nagy különbség, azt gondolom. Tehát, hogy a Pécsi Picivel sokkal kevésbé szemérmes az elbeszélő, mint saját magával érdekes módon. És talán te írtad, Dávid, hogy az az érdekes párhuzamos jelenet, amikor a Bálint tudjuk, tehát a Hildi tudja, hogy a Bálint a Pécsi Picivel van, igen. És az Astoria szállóba, és közben pedig ugye hozzá befut egy fiatal futó, aki a Bálinthoz jönne, és ott igen. Van egy ilyen finom csábítási jelenet, és hogy annak így nincs, nem nagyon van testi lenyomata, miközben az Astoriában történtek meg csupa törölközős nőből állnak. Igen. No, kérdezném a többieket, hogy van-e még kérdés vagy észrevétel? Hát, hogyha nincs, akkor megköszönöm a figyelmet, meg hogy ilyen sokáig kitartottatok. Lehet, hogy nem 45 percre kéne kalibrálnom ezeket az előadásokat, hanem 2x45-re, de remélem senki nem bánta meg azért, hogy kitartott, és promózom magam. Április 24-én Babicsnak a kéziratáról fogok beszélni, az Európai Irodalom Történetének a kéziratáról fogok majd beszélni, tehát egy másik raktárrészbe fogunk menni ma. A nagy raktárba voltunk, a külföldi könyveknél, ma a legközelebb pedig a kézirattárba megyünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és mindenkinek további szép estét kívánok!